Hatalmas forgalmat bonyolít a Nagykállót Újfehértóval összekötő 49-12-es számú főút. Ma az útszakasz 13 kilométeres részét adták át, amely nettó 900 millió forintból készült el. Több mint 8000 köbméter aszfaltot építettek be a vállalkozók, 3700 köbméter cementes stabilizációt és több mint 4600 köbméter sódert. Ez egy óriási mennyiségű anyag, úgyhogy látszik, az egy ilyen 13 kilométeres felújítás nagyon nagy anyagmozgásokkal is jár, és ezzel a felújítással a terveink szerint, hiszen ez egy tervezett, megtervezett felújítás, közép és reméljük hosszú távon is ez az út sokáig fogja szolgálni a közlekedőket. A felújításoknak köszönhetően még több térség elérhetősége javul, csökkennek az utazási idők, emelkedik a közúti és az autóbuszos közösségi közlekedés szolgáltatási színvonala. Fontos gazdasági összeköttetést biztosít ez az út. A gazdák nagyon örültek, mert hogy jó megközelítése van Újfehértónak, Nagykállónak, elég jó minőségi földek vannak az út mentén, és én úgy gondolom, hogy ez az út ahhoz is segíteni fog, hogy könnyen el tudjanak jutni majd Újfehértóról, Érpatakról a Nagykállói Ipari Parkba. Reméljük, hogy az ipartelepítés felgyorsul Nagykállóba. Most pedig, aki akar, az tud dolgozni Nyírbátorban, az ipari parkban. A komplex útfelújítási program keretében még 10 helyszínen zajlanak munkálatok. Az államtitkár a Nagykállói út átadóján elmondta, a kormány döntése alapján a program 2017-ben is folytatódik. A feltételes közbeszerzéseket már kiírták egy közel 100 milliárd forintos forrásra, 2022 végéig pedig 2092 kilométernyi gyorsforgalmi útja lesz Magyarországnak. Most 2463 milliárd forintot szeretnénk és akarunk is fordítani közútfejlesztésre, és ebben mindenképpen kiemelkedik az a tétel, amely hazai forrásokat jelenti, 1279 milliárd forint. Tehát a magyar kormány jól tudja, hogy a magyar emberek hál' Istennek felemelkedő és emelkedő pályán vannak, a gazdaságunk stabilan erősödik, és ezt teszi lehetővé azt, hogy ilyen összeget tudjunk vállalni és biztosítani a következő 6 évben nagyjából közútfejlesztésre. A tervek szerint már jövőre 96 kilométernyi utat újítanak fel Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 6,5 milliárd forintos keretösszegből.